Több mint 10,5-szeresére emelkedett Máté Szalkán az önkormányzati hivatal épületének fűtési költsége. A problémát tovább fokozza, hogy a létesítmény elavult állapotából fakadóan nehezen felfűthető. Éppen ezért a városvezetés még korábban döntött arról, hogy péntekenként online intézik az ügyeket a hivatali dolgozók, a hét utolsó 3 napján pedig egyáltalán nem fűtik az épületet. A városvezetés legutóbbi rendkívüli közgyűlésén újabb fontos lépésre szánta el magát. Egy héttel meghosszabbítja azt a közigazgatási szünetet, amelyre eredetileg december 22-től adott lehetőséget egy kormányhatározat. A további spórolás szempontjából jegyző úr azt kezdeményezte, hogy Máté Szalka város önkormányzata ezt a december 22-től elrendelt, kormány által elrendelt igazgatási szünetet meghosszabbítja egy héttel, december 15-től. A december 15-től január 8-ig összesen 23 nap van, ezzel csaknem 7 millió forintot spórolunk meg a polgármesteri hivatal épületeinek a fűtése tekintetében. És itt két részre kell osztani azt, amire az igazgatási szünetet, amit a mai rendelkezés folytán kihirdetünk. Hanusi Péter hozzátette, a döntés úgy szól, hogy december 15-től 22-ig az önkormányzat dolgozói szabadságuk alatt csak a már korábban megkezdett ügyeket intézik. A lakosság új kérelmeit azonban majd csak 2023. január 8-ától veszik kézhez. A sürgős eseteket ugyanakkor a kialakult helyzet ellenére is igyekeznek minél gyorsabban megoldani. Jegyző úr és aljegyzőasszony vezetésével egy olyan eljárásrendet dolgoztak ki, hogy szabadság alatt, még egyszer mondom, tehát itt nem az van, hogy a köztisztviselők kapják a fizetést és nem dolgoznak, hanem fizetett szabadságon vannak ebben az időszakban. De szabadság alatt is kialakították azt a működési rendet, hogyha sürgős dologról van szó, vagy egy lakos, vagy egy család életminőségét jelentősen befolyásoló negatív dologról van szó, akkor elintézik azt úgy, hogy online, telefonon ügyeletet tartanak, erre megvan a kialakult eljárásrend, a postákat ugyanúgy bontani fogják, csak mondjuk, hogy egy profán hasonlatot mondjak, a elkésett karácsonyi üdvözlőlapok azok majd január 9-én kerülnek az asztalomra, de a sürgős ügyek, amelyek azonnali intézkedést igényelnek, azok viszont ugyanúgy a városvezetés asztalára kerül, az én, illetve a jegyző úr, a jegyzőasszonynak az asztalára, és a soron kívül szabadság alatt elintézik a kollégák. Máté Szalka önkormányzata egyébként már októberben meghozta takarékossági intézkedéseit a város más intézményeinél. Ennek értelmében a városi sportcsarnokot bezárták, ugyanígy kellett dönteni a Szentpéteri Zsigmond Művelődési Központ és Színház színházi épületének esetében. A városi úszoda ugyanakkor a geotermikus energia felhasználásának köszönhetően a jövőben is nyitva tart.